Jogerős ítélet született abban az ügyben, amely szerint az uglói önkormányzat jogtalanul lakoltatott ki 2011. októberében a zuglói Francia út és Egressy út kereszteződésénél lévő területről élek óta életvitelszerűen tartózkodó embereket saját építésű kunyhóikból, és ezeket a kerületi önkormányzat embertelen módon minden eljárási szabályt megsértve az előzetes értesítés nélkül számolta fel, mondta most már ki a bíróság jogerősen. Itt van velünk a telefonnál Muhi Erika, a Nemzeti és Etnikai Kisebbség Jogvédőiroda vezetője, és M. Lajos, aki ezen kunyhók egyikében élt. Az jó dolog, ha győzött az igazság, de hát hol laktak azóta, és hol fognak lakni tovább, M. Lajos? Ezt villámgyorsan el tudom mondani, mert azóta is az utcán élek. Van egy minél nevezetű szociális játék, oda járok fürdeni, tisztálkodni, ott bocsatolom ki a ruhámat. De én azóta is az utcán maradtam, körülbelül 80%-kal lecsökkent, mondom, az életvitelemnek az színvonala, de hát ez már évek óta így van, ebbe is bele kellett töröltöm, de mindez mellett belenyugodtunk az ítéletbe, nagyon köszönjük a bírónőnek, mert rettentően korrektek voltak, de ez mind nem történhetett volna meg annélkül, hogy a Város Mindenki Alapítványa ne segített volna. Borzalmasan köszönjük a tanapítvány munkatársainak, főleg az ügyvédőnek, végig éveken keresztül mellett. Ugye ezek a, itt az ítéletben a kunyhó szó szerepel, ezért használom én is ezt a kifejezést, de hát ezek mégis valami építmények voltak, szóval nem az utcán kellett. Ez olyan építmény volt, hogyha bármilyen vihar volt, és felgyújtottál a gyertyalángot, nem jött be a szél. Tehát, hogy ez egy... Télen-nyáron jó volt, onnan jártunk el dolgozni, oda tértünk vissza, mint a lakásban laktunk volna. Hát, szóval évek óta megszokott játékok voltak ott olyan játékok, ami másnak semmit nem ér, de nekünk igen. Fényképek, iratok, különböző használati tárgyak, amit egyik pillanatra a másikra gajra tettek. Aki ismeri ezt a területet, az tudja, hogy itt tényleg senkit nem zavartak, a szóba se került, hogy esetleg újraépítsék ezeket, vagy ez teljes képtelenség? Hát, ilyenkor már az ember meggondolja, hogy újra csinálja-e, mert az egyik nap megkötötte a MÁV-val a szerződést az önkormányzat, másik nap meg már mondta, ahol voltunk. Ugye ez a MÁV-é volt eredetileg ez a terület? Szóval egyik napra a másikra játszódott tulajdonképpen, ha az alapítvány nincs, úgyse nyertünk volna soha az életbe az állammal szemben. Ők mellettünk voltak, és ennek köszönhetjük azt, hogy ezt a pert megnyertük, és a többi hajléktalanok is üzenem, hogy ne hagyjad. Most Muhi Erikát kérdezem, ugye az ítéletben, vagy az indokolásában az ítéletnek benne volt, hogy... Az ítélet indoklása az borzalmasan korrekt volt, főleg Debrecenben. Ugye a fővárosi ítélőtábla Debrecenben hozott ítéletet. A bírónak legalább 99%-ig azokkal az emberekkel van, akik jogállamba akarnak élni. Ez egy jó hír. Szóval Muhi Erikát kérdezem erről, hogy az ítéletben is szerepel, hogy olyan emberekkel szemben járt el az uglói önkormányzat, még ez a Papcsák vezette uglói önkormányzat, akik érdekérvényesítő képessége gyenge, és ezt kihasználva jártak el. Hát nem volt gyenge, együtt meg se az agyal. Nem az agya gyenge, az érdekérvényesítő képessége. Azt kérdezem Muhi Erikától most, hogyha ugye ott van ön mellett. Igen, itt vagyok, igen. Hogy persze ez egy konkrét ügyben, egy konkrét ítélet, de van-e ennek valamiféle általános érvényű haszna is, hogy kiderül, hogy ezeknek az embereknek mégse olyan gyenge az érdekérvényesítő képessége? Azért fontos ez az ítélet, mert egyértelműen fehéren-feketén kimondja, hogy bármi, de Budapesten a kerületekben számos helyen élnek kunyhóban emberek, nyilván más városokban is vannak ilyen helyzetben lévők emberek, akkor tudja, az önkormányzat akkor jár el jogszerűen, hogyha lefolytatja a szükséges eljárásokat ezekben az ügyekben. Tehát az bizonyosan nem megoldás, és azt nem lehet megtenni, hogy kimegyek egyik nap reggel 8 órakor, és egy órán belül elbontom a kunyhókat. Na de hogyha van egy korrekt eljárás, ami tart néhány hétig, néhány hónapig, de a végeredmény végül is ugyanaz, hogy azoknak az embereknek, akiknek nincs hova menni, és itt
viszonylag jobb körülményeket viszonylag teremtenek maguknak, az megszűnik. Igen, tehát ugye nyilván ezek a kunyhok engedély nélkül épültek, tehát ezzel nem tudunk mit tenni, legalábbis így jogi szempontból nem tudunk mit tenni, de amúgy meg, hogyha van egy ilyen szituáció, és kiderül, hogy ugye majd egyszer csak bontás lesz, akkor mindenképpen van idő arra, hogy akár civil szervezetek segítségével, akár aktivistákkal, ugye itt van az AVM, aki ennek az egész pernek a másik város szereplője. Mindenki. Igen, másik szereplője volt, hogy megpróbáljanak lépéseket tenni, és megpróbáljanak az embereknek emberhez méltó elhelyezést biztosítatni az önkormányzatokkal. De nyilvánvalóan akkor, hogyha egyik nap megkötjük, ugye, hogy a Lajos is mondta a szerződést, aztán másik nap megbontunk, akkor erre nincs esély, hogy elhelyezést biztosíthassunk az embereknek. Most itt a bontásnak én egyetlen értelmét látom, mert ugye ez itt tényleg egy olyan helyen volt, ahol nem zavart nagyjából senkit se, hogy szavazatokat szerezzenek a rendpártiságot kedvelő választó körül. Ez a körülmény, ez a szavazatszerző körülmény viszont nem változott, mert lehet, hogy azt mondja egy önkormányzat, jó, legfeljebb majd veszítünk egy pert, közpénzből kifizetjük a kártérítést, amit kell, de mennyi szavazatot szerezhettünk. Ugye 2011-et írtunk, tehát már folyamatban volt ugye az a ciklus. Az kétségtelen tény, és ezt elmondták a perben az önkormányzat tanúi, hogy évek óta napirenden volt ez, hogy ezt meg kellene ezt szüntetni, ezt a kolóniát, ezt a kunyhósort. És valahogy 2011-re jutottak el oda, hogy akkor most ezt a lépést megteszik, és kétségtelen tény, hogy ez erődemonstráció volt, tehát megmutatjuk, hogy ezt mi meg tudjuk tenni, és meg tudjuk tenni így módon, és eszükbe nem jutott, én azt gondolom, az önkormányzatnak, az eszébe jutott az önkormányzatnak, hogy lehet, hogy kellene valamilyen eljárást indítani, erre egyébként voltak adatok a perben, de az nem jutott eszébe, hogy azok az emberek, akiknek ön is említette, alacsony az érdekérvényesítő képességük, azok majd perre mennek ebben az ügyben. Tehát igazából szerintem őket ez lepte meg, hogy jé, hát ezek az emberek mégiscsak kiállnak a saját érdekeikért. Tehát ezt úgy elfogadhatóbbnak tartotta volna, hogyha megjelenik egy önkormányzati dolgozó, udvariasan kofog, és azt mondja, hogy tessenek vigyázni, tessenek elköltözni, összeszedni a holmikat, mert ennyi és ennyi nap múlva ezt le fogjuk bontani, mert ezek engedély nélküli építmények. Hoz egy határozatot, mondjuk egy építésügyi, hogy az engedély nélkül épült, és akkor 30 napon belül le kell bontani, hoz egy határozatot a birtokvédelem ügyébe, tehát valamilyen jogi, nem elég az értesítés, jogi eljárás a lényeg. Mondjuk félzuglót le lehetne bontani. A lényeg az, hogy egyik pillanatról a másikra bontottak le bennünket, a bíróságon bebizonyosodott, hogy se a rendőrség, se az önkormányzat soha nem szólt nekünk, hogy semmi bajunk nem volt a hatóságokkal, semmiben. Tehát ez egyik pillanatból a másik pillanatra történt meg. Itt csak egyetlen egy dolog, ami a lényeges, hogy nem tudtuk bizonyítani az anyagi kárt. Az nagyon nehéz lett volna, mert szakértőkkel lett volna bármi. Említettem úgy, Erika, hogy itt az eljárásban szóba került, hogy többször már korábban is beszéltek arról, hogy meg kellene szüntetni ezeket a telepszerű házakat. Ennek ellenére az önkormányzat képviselője arra hivatkozott, hogy a kunyhókat életvédelmi okokból kell elbontani, nehogy a felettük futó vonatcsinetekről egy szerelvény rájuk dőljön. Na, erre mondta azt a bíróság, hogy már cínikus az önkormányzatnak ebbéli védekezése. Tehát, hogy nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen nem szokott azért leborulni, hál' Istennek a vonat, de valóban tényleg ezen a bizonyos milyen vasútbiztonsági szakaszon belül van ez a rész. Na de hát ugye akkor anyagi kár, a vonaton élők, vagy a vonaton utazóknak az élete, tehát hogy azért ez egy egész, erre mondom, cinikusnak nyilvánította az ítélőtábla. Mondjuk ezzel az erővel ott ugye, aki ismeri a terepet, ugye, hogy végig garázsok épültek a töltés mellett. Vannak ott garázsok. Tehát azokat sose akarták lebontatni, pedig ha a vonat leborul, akkor szegény garázsokat is összetörni. Hát igen, tehát azért mondom, hogy vagyonbiztonság, mi egyéb. Mindent megpróbált az önkormányzat, tényleg egészen hosszan, sokáig, hosszú iratokba próbált megvédekezni, hát nem, bíróság ezt nem fogadták el.
Van-e legalább erkölcsileg olyan kötelezettsége ön szerint egy önkormányzatnak, hogyha lebont például ilyen építményeket, akkor segítsen azokat az embereket valahol elhelyezni, akik eddig mégiscsak úgy éltek, hogy fedél volt a fejük fölött? Hát csak erkölcsi. Tehát nyilván ugye ő nem tud más, tehát az önkormányzatnak a kötelezettsége, ez a bizonyos a hajléktalan ellátás, és ezt mondjuk ilyen nappali melegedő, éjjeli menedékhely, stb. Meg tudja oldani. Ez legfeljebb erkölcsi kötelessége, hogy valóban, mert ugye egészen más életminőség a kunyhó, meg egészen más, sokkal alacsonyabb életminőség amit a Lajos is említett, hogy az utcán élni, szó szerint. Most mondok erre magának valamit. Igen. Amikor lebontottak bennünket, bekényszerítettek egy pincébe 40 ember közé, tele bogarakkal. Aki én, aki nagyon szeretem a tisztaságot, az első nap kaptam ruhatetőt, fejtetőt. Hogy semmi az égvilágon, vigyélő szempontból nincs. Inkább kijöttem, és tovább élek az utcán. Ezt csinálta az önkormányzat akkor, amikor egy hónapon belül, amikor lebontott bennünket. Mai napig üzemel, oda kell menni egy hónapra valakinek önök közül, hogy éljen ott, és akkor megtudja azt, hogy milyen mocskos körülmények között élnek azok az emberek, akik ilyen helyre vannak bekényszerítve. Holott ha nálunk a bungalóba nem léphetett be, csak levetett cipővel, például én hozzám. Szóval ez valahogy nem értem. Hát igen. Köszönöm szépen, hogy elmondták. Örülünk, hogy azért ennyiben legalábbis szerencsésen alakult a dolog. Muhi Erika, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédőiroda vezetője, és M. Lajos volt. Ezt azért mondnak, hogy nagyon szépen köszönjük a alapítványnak, hogy mellettünk jár. Megmondjuk mindenképpen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Köszönöm, csokolom, viszont hallásra.